Gyuri bácsi és a Magonc zenekar. Fogadjátok őket szeretettel! Yeah.
füstöljön az a hegedű. Egy-két rajta!
Lajos, Sándor, kenyér hajon táncol, Danuskáért kezdenek, sétáljunk el, kitelek, kenyér hajon minket táncol, a régi magoncosok felszállítottak a színpadra.
Az elején, hogy lesz olyan is, ami még nem volt. Hát most következik ez a szám. De nem azért, mint hogyha a dobpárbeszédet nem ismernétek, hiszen mindenki otthon Magonc lemezt hallgat. És már a fületeken meg a könyötökön jön ki a dobpárbeszéd. De amikor nem 8 dob van, és nem 3 gardon van, hanem csak ilyen kis baráti társaság összeverődik a színpad elején, akkor mi most ezt eljátszuk. Én vállaltam a gardonos szerepét, bár a Zsombi tudom, hogy nem sokára ő is meg fogja tanulni, de most én még átvállaltam tőle. Totó, te játszottad már? Játszottam. Nem tudom mikor, de valamikor. Azt mondta, ő is meg akarja csinálni. Na jó, mi gyakoroltunk, egy picikét a Bálinttal, hát remélem sikerülni fog. Aki nem ismerné a dob, meg a gardon, beszélget egymással. Thank you.
hoppika! Bemutatkozás! És diákok tánca, amit nem szabad összekeverni, majd mindjárt megmutatjuk, hogy miért. Yeah.
Köszönjük a figyelmet, köszönöm szépen a magoncosoknak ezt az igazán hősies helytállást. Talán nem fázik már mindenki, én biztos nem. És köszönöm szépen a szülőknek is, hogy jöttek, segítik a munkánkat, hiszen ez csak így működik a csapat. És ne feledje senki, CD-k nélkül nem szabad hazamenni. Ha elfogy, már szaladok is haza és hozok még. Viszont látásra és az egész napra nagyon-nagyon jó szórakozást. Hiszen este 10-ig tart minden, osszátok be az erőket, ne fázzatok meg, éljen a magunk együttes.